Üdvözlöm Önöket, itt a Hetek Originals, a mikrofonnál pedig Kulifai Máté, és a mostani vendégünk egy fiatal tehetség, Mészáros Krisztófer, aki egyéniben talajon a napokban európai bajnoki ezüstérmes lett. Köszöntelek a vonalban, szia Krisztófer! Én is köszöntök minden kedves hallgatót! Hát engedd meg, hogy mindenek előtt hadd gratuláljak itt a Hetek szerkesztőség nevében is. Nagyon, hogy mondjam, ilyen hidegrázós élmény volt végignézni a gyakorlatot. Bizonyára rengeteg gratulációt kaptál, de tényleg ilyen nagy büszkeséggel tölt el, amikor látni, hogy újabb generációs sikerek vannak még a magyar tornász életben is. Ugye legtöbben talán a Csolány Szilveszter után mondjuk Berki Krisztiára gondolunk, mint kiváló tornász, de jó látni egyébként, hogy most már új generáció is kinőtte magát. Az első kérdésem arról szólna, a történelmi siker is, amit elértél, mert ha jól olvastam a sajtóban, akkor egyéniben, talajon magyar tornász még nem ért el ilyen szép színű ezüstérmet. És látható volt a gyakorlatod után, hogy mosolyogva megöleled az edződet. Ilyenkor mit mondott először az edző a teljesítményed, vagy a gyakorlatod láttam? Hát nagyon örült, borzasztóan örült. Ugye őnek is az első olyan tanítványa vagyok, akivel ilyen színvonalas világversenyen eredményt tudott elérni, és hát ez az első ilyen nagyobb közös egyéni eredményünk, úgyhogy hát nagyon örülünk. Van egyébként olyan titka, amit így megfejtettetek utólag, hogy minek köszönhető, hogy így minden összejött? Hát én nekem a személyes titkom az ugye az, hogy én keresztény vagyok, és én az Úrtól kérek segítséget, de ugye mindezek mögött ott van a rengeteg munka, a rengeteg edzés, ugye az edzők, meg akik felkészítenek, ők lehet, hogy csak ezt látják, hogy ez a rengeteg munkától van, de én tudom, hogy ez nem csak attól van, meg igazából az edzőm is tudja, szerintem Roddúvá is tisztában van vele, hogy ad egy plusz. Hogy itt szellemi háttér is közbejött, úgyhogy hát nagyon örülünk ennek az eredménynek, és rengeteg munka volt ebben. Legyen úgy, hogy először kérdezek egy kicsit így a sportszakmai részről, utána még mindenképp térjünk vissza erre a hitéleti szellemi háttérre, mert nyilván ez egy még nagyobb kuriózum, ami tulajdonképpen megkülönböztet több más sportolóról. Maga az érdekel engem egy picit, ha most csak a sportéletre gondolok, hogy mi kell ahhoz, hogy a várakozáson felül sikerüljön teljesítenie egy sportolónak. Ugye itt azért valamilyen várakozással nekiálltatok ennek az Európa-bajnokságnak, nagyjából belőttétek, hogy körülbelül milyen helyezést érhettek el. Ehhez képest mégis egy ilyen meglepetésszerűen szép érmet akasztottak a nyakadba. Mi kell ahhoz, hogy mégis valahogy így meg lehessen ugorni azt, amire számítotok? Hát én egyébként úgy álltam hozzá ehhez az Európa-bajnokság, hogy én mindenképpen szeretnék egy érmet erről az Európa-bajnokságról. Ugye az összetett versennyel kezdődött az Európa-bajnokság, ahol a hatodik helyet tudtam megszerezni összetettben, ami az is egy nagyon nagy eredmény, mert 1992 óta nem volt ennél jobb eredmény Európa-bajnokságon. Az összetett azt jelenti, ugye, hogy minden szert egybe számolnak. Igen, mind a hat szert. És egyébként ott is nagy esélyem volt a harmadik helyre, egyébként nem kellett sok, mert egyébként maradt pont az a 1,2 pont azt hiszem a gyakorlataimba, mert a lógyakorlatom nem úgy sikerült a selejtezőben, ahogy azt elterveztem, nem volt rontásom, csak hát több mint egy ponttal kevesebbet kaptam, mint szoktam, és egyébként nem múlottam. Ez igen rajtad múlik, vagy a pontozóbírokon? Ez rajtam múlt. A lógyakorlatom végén nem tudtam rátenni egy fordulatot a leugrásra, és ettől. Ja, és ez egy annyit, pont annyit számított. Van egyébként pontozásban lehetősége a bíróknak bármiféle szubjektív vélemény megfogalmazni? Van ilyen ellenszél, vagy ilyesmi? Vagy ez már teljesen... Ugye nagyon sok függ attól, hogy például, hogy kinek milyen neve van a sportban, mert például
sokkal jobban pontoznak mondjuk egy világbajnokot, mint mondjuk egy olyan sportolót, aki mondjuk most jött fel a felnőttbe. Lehet, hogy a világbajnok nem vonják le mondjuk 3/10-re azt a hibát, amit egyébként annyira le kéne vonni, és lehet, hogy csak mondjuk 1/10-et vonnak le neki, meg hát itt is ugye vannak a bírók között is ugye barátok, akik mondjuk a másiknak szurkolnak, és akkor annak jobban adják a pontokat. Szóval, De ez hát mindig is érdekelt egyébként az ilyen jellegű sportágakban, hogy ezen hogy lehet versenyzőként túltennie magát az embernek. Mondom, azért te végigjártad a ranglétrát a korosztályos versenyekben, junior világbajnokságok, Európa bajnokságok, magyar bajnokságok, hogy azért itt tapasztal is az ember néha ilyen igazságtalanságot, hogy ezt hogy lehet úgy feldolgozni, főleg, hogyha még a legmagasabb szinten is azért valamennyire tapasztalni részlehajlást. Igen, ugye nagyon hát igen, hát igazából sokszor volt ilyen, magyar versenyen is sokszor volt ilyen, meg nemzetközi versenyen is sokszor volt ilyen, és hát mindig úgy voltunk, hogy hát ez van, de hogy ez az ő gyengeségük, hogyha másikat fölpontozzák, és mondjuk csak így tudnak legyőzni engem, és hát mindig azt szoktuk mondani, hogy a legjobbak között legyünk a legjobbak, úgyhogy... Annyival jobbnak kell lenni, igen. Igen. Ilyen szempontból egyébként duplán felértékelődik az európai bajnoki ezüstérem, mert végső soron abszolút újoncként mutattad meg magad egy ilyen magas szinten azért. Nem tudom, hogy voltál egyéniben talajon döntőben korábban? 2020-ban egyébként voltam, ugye akkor volt a Covid, viszont akkor nem volt ennyi ország, ugye az Európa-bajnokságon. Ott egyébként csapatban harmadikak lettünk az Európa-bajnokságon. Igen, gratulálok, igen, az a bronzérem is gyönyörűen csillog. Igen. Aztán ott egyébként döntőbe kerültem talajon, lovon és korláton. Talajon hatodik lettem, lovon is hatodik és korláton ötödik. Van egyébként oka annak, hogy mondjuk mostani talaj az nagyon bejött, de mondjuk a többi szeren nem úgy sikerült a lépés? Vagy ez mitől függ egy tornásznál, aki minden szeren egyébként viszonylag jól teljesít magas színvonalon, hogy az egyik mégis kiugróbb? Hát én nekem egyébként több szerem is kiugró, csak most a talajon sikerült bejutnom a döntőbe. Én egyébként most jelenleg talajon, lovon, korláton és nyújton egész jó pontokat tudok tornázni. Igen. Ott is egyébként, hogyha egy kicsit jobb gyakorlatokat csinálok, ott is bent tudtam volna lenni a döntőbe, de ugye ezek ilyen 2/10-eken múltak, szóval nagyon kevés. Csak egy ellépés a gyakorlat végén. Pont ez erre is rá akartam kérdezni, hogy azért megnézve a döntőnek a többi versenyzőjét is, tényleg ilyen nagyon-nagyon minimális a különbség az első 8 helyezett között. Ott már nem lehet nagyon azt mondani, hogy ilyen klasszikusokkal nagyobb a teljesítménye mondjuk az első 3 helyezettnek, mint mondjuk a 8-nak. Ilyenkor egyébként a mentális felkészültség, vagy a kipihentség, vagy mi az, ami számít? Vagy egyszerűen csak a szerencsés kimenetele, hogy most pont jól sikerült egy gyakorlat. Hát igen, például a mentális felkészültség az nagyon fontos, ugye ilyenkor főleg az utolsó napon, ugye ez volt a egész Európa bajnokságnak az utolsó napja, ugye szakemberekkel foglalkozunk ezzel, ugye például a Pál Melindával, a Borna Misztának a pszichológusával, ő az én sportpszichológusom, wow. És ővele kezdtük el ezt hát így kitapasztalni, hogy hogyan tudok például megnyugodni a gyakorlat előtt, hogyan tudjam letenni azt a terhet, amit mondjuk rám rak a média, vagy bármi más, és úgy odaállni a talajgyakorlathoz, vagy bármelyik gyakorlathoz, hogy nincsen rajtam semmi nyomás, és úgy megcsinálni a gyakorlatot, mint mondjuk egy edzésen. És ez hogy működik ez a beszélgetés, hogy leültök, és átbeszélitek ezeket az élethelyzeteket, és akkor van bizonyos, nem tudom, gyakorlat, hogy pihenj egyet, sétálj egyet, fejedbe rendezd a gondolatokat, vagy ez neked például mi a titkod, ami teljesen segít koncentrálni, meg így lenyugodni a gyakorlat előtt? Hát általában meg szoktuk tervezni a napot, hogy hogyan fogok fölkelni, mit fogok csinálni, mikor fogok reggelizni. Hát igazából ki van alakítva egy ilyen rutin,
és azt szerint csinálom a minden dolgomat egész nap, és hát verseny előtt az a lényeg, ugye elég furcsán volt most a szólítás, mert elsőként szólítottak, uh-huh. ugye ilyenkor nem tudok annyit melegíteni, és már ki kell pihennem magam még az előtt, mielőtt felmegyek a pódiumra. Igen. És hát én nekem egyébként az jött be, hogyha előtte le tudok ülni egy ilyen 2-3 percre, uh-huh. és csak arra figyelni, hogy én most ezt meg fogom tudni csinálni, uh-huh. és teljesen kikapcsolni minden érzelmemet, minden terhet letenni, uh-huh. és csak a gyakorlatra koncentrálni. Uh-huh. Van egyébként, hogy a versenyszámok közben, vagy az eredményvárás közben beszélgettek a konkurens, vagy a rivális versenytársakkal? Eredményvárás közben igen, uh-huh. de egyébként előtte inkább mindenki a saját dolgával szokott uh-huh. foglalkozni. Láttam egyébként az izraeli versenyzőnek is a gyakorlatát, hogy az is valami elképesztő volt, hogy mennyire precízen ki van számolva, meg mennyire, mint ha könnyen mozogna, nyilván iszonyatos megfeszítő tempó, meg gyakorlás, meg rutin kell hozzá, de úgy tűnik így kívülről nézve, mint hogyha így annyira magától, meg könnyen jönnének a beleállások, mint hogy ott nem iszonyatos erő kellene hozzá, tényleg zseniális volt, és ott gondolom te is érezted, hogy akkor ő az a versenyző, aki viszont meg fog előzni. Igen. Hát ugye ő a regnáló olimpiai bajnok, és hát elképesztően jól tornázik egyébként. Egy 5 éve én úgy néztem rá, hogy hú, ő milyen jó tornáz, és annyira elképesztő, hogy most ott álltam mellett a dobogón. Óriási. És egyébként én igazából örültem végül is, hogy ő ezt most meg tudta nyerni, mert ugye 50 évvel ezelőtt, pont itt Münchenben, igen. ugye elég nagy tragédia volt az olimpián, ugye megöltek azt hiszem 18 igen. izraelit, vagy mennyit, igen. és igen. most ide eljött, és meg tudta nyerni ezt az Európa-bajnokságot, úgyhogy... Van egy ilyen történelmi igazságszolgáltatás érzés. Igen. Óriási. Igen. Még egy kérdés, és utána tényleg a bizonyságodra, meg az Istenben való hitedre is azért térjünk rá. Az egyik utolsó kérdése még arra vonatkozna, hogy ilyenkor versenyek után milyen szintű kikapcsolódás van, vagy milyen feltöltődés van-e pár hét vagy pár nap szünet, amit ilyenkor ilyen ajándékba kapsz. Azért kérdezem csak, mert Milák Kristóftól is megkérdezték ezt, ő is úszó ebén volt, ő 3 aranyat, 2 ezüstet szerzett, de nagyon sikeres Európa-bajnoksága volt, és ő mondott egy olyat, hogy nagyon egyszerű dolgokat kell elképzelni az ő pihenésében, semmi extra, és azt mondja, csak hogy idézem, hogy még mindig jobban örül annak, hogy egy ilyen sajtóbeszélgetésen ül is a sikereiről számolt be, mint hogyha a szigeten veretné 6 napig. Most nem szerintétlenül akarom a szigeten fesztiválozókat lehúzni, de hogy érdekes, hogy ez a közben van egy olyan sportolói réteg, aki egy nagyon megfeszített, nagyon fegyelmezett életet él, szinte gyerekkorától kezdve minden évben, és mégis nem a kiégés a látható rajtatok, hanem egy ilyen feltöltődés és folyamatos toppon levés, ami nyilván egy iszonyatos munka. Ilyenkor van lehetőséged bármilyen kikapcsolódásra, feltöltődésre? Hát most pont ezen a héten kaptunk egy hét szünetet. Uh-huh. Egyébként nincs egyébként sok időnk, mert október végén világbajnokság lesz Liverpoolban, uh-huh. és arra kell folytatni a felkészülést. Én nekem most ez az egy hét pihenőm uh-huh. lesz. Én is próbálok kikapcsolódni teljesen, de... Ha hagynak az újságírók, mi? igen. De hát most ezzel kell foglalkozni. Őket is ki kell elégíteni. Persze, nyilván a szurkolók nagyon-nagyon kíváncsiak rátunk, meg ilyenkor van lehetőség arra is, hogy minél többen megismerjék akár a tornasportot, akár az új magyar tehetségeket. Nagyon büszkék vagyunk rá, meg hát nyilván azért jó pihenést is kívánunk, hogy legyen lehetőséget feltöltődni, meg nyilván figyeljük ezzel az októberi világbajnokságot is. Nem tudom, hogy ez már kvalifikációs lehetőség? Egyébként igen, kvalifikációs, de ez még olyan, hogy csak az első 3 helyezett kvalifikál az utára. A jövő évi lesz olyan, hogy a legjobb 24 uh-huh. kvalifikál az olimpiára, hiszem. Uh-huh. Ugye aki csapatban már kikerült, az már nem fog beleszámítani a 24-be. Uh-huh.
Úgyhogy lesz rá nagy esély. És remélem egyébként csapattal fogunk kikerülni, mert az lenne nagyon nagy dolog újra, hogyha csapattal ott lennénk. Egyébként ez, de külön-külön is azért megmérettetitek magatokat, hát ha sikerül. Igen. Igen, igen, persze. No, már a legelső kérdésemre mondtál egy olyan választ, hogy milyen sokat számít neked a hívő életed és az Istenben való hited, és akkor térjünk rá erre. Számomra teljesen, hogy mondjam, milyen felemelő érzés volt azt hallani magyar sportoló szájából egy sajtónyilatkozatban, hogy Isten ajándékának tartja azt a szép érmet, ami a nyakába lóg, és az égre felfele mutat, és azt mondja, hogy lényegében te Istent akarod felemelni a sportolásodról. Egy pár mondatban mesélj már arról, hogy esetleg a hallgatók közül nem mindenki ismeri azért a te magánéletedet, vagy a pályán kívüli teljesítményedet, hogy milyen szerepe van a hitnek és Istennek a te életedben. Hát ugye gyerekkorom óta keresztény vagyok, és mindig is az Úrban bíztam, és hittem, hogy meg fog segíteni engem. Uh-huh. Ugye, hát a felkészülés elején elkezdtem egyébként sokkal többet Bibliát olvasni, kb. Egy-két hónappal ezelőtt, hogy a hitemet sokkal jobban meg tudjam erősíteni. Voltak olyan szakaszok a Bibliában, ami egyébként kifejezetten bátorító volt? Van nagyon sok egyébként. Most csak azért kérdezem, mert kulisszatitokként elárulták nekem, hogy van egy-két ige, amit magadnak kiírtál, és az bátorítást jelentett. Igen, igen, igen. Hát van rengeteg, ugye a versenyen például nagyon sokszor mondtam magamnak, hogy aki hisző benne, nem szégyenül meg, ugye a Róma levél 10:11-ben. Például vannak olyanok, amiket így átváltoztattam magaménak. Persze. És például talajon a beleállásokhoz, ott van a Zsoltárok 26:12, hogy lábam megáll igazsággal, áldom az Urat. Óriási. És ugye akkor beleállok a korba, és az így is történt. Óriási. És van még, hát nagyon sok kedvencem van, például a lónál, a csapat döntőben fogalmam sincs, hogy csináltam meg azt a lógyakorlatot, ugye volt előttem a két magyar, igen, és már csak én voltam, és rajtam volt, hogy most előrébb végzünk-e csapatban, vagy nem, hogyha megcsinálom, akkor igen, hogyha nem, akkor nem, és hát megmondom őszintén, hogy ott egy kicsit izultam, de teljesen az Úrra raktam a terhet, ugye a Zsoltárok 55:23 azt mondja, hogy vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. És akkor nem inoktál meg. És nem, teljesen tökéletesen végigment, és nagyon jó gyakorlatot tudtam csinálni. Úgyhogy a példabeszédek 21:31 például azt mondja, hogy készen áll a ló az ütközetnek napján, de az Úr adja a győzelmet. Nagyon jó. És tényleg megy. És még van nagyon sok igen, amit így elraktároztam magamnak, és ezeket mindig mondom magamban. Van egyébként olyan, hogy ezt a fajta hitedet, amit ennyire aktívan megélsz, és konkrétan szinte minden elemére a versenynek szinte fejből idézed most az igéket, hogy van, hogy ezt megosztod valamennyire csapattársal, vagy baráttal, vagy edzővel, szoktad, bármennyire szóba kerül a te hited? Beszélted igen, már erről? Igen, egyébként mindenki tudja rólam, hogy én keresztény vagyok, és igazából tisztelnek is ez miatt, teljes mértékben. Próbálok rájuk hatással lenni egyébként, és egyébként van is eredménye. Eredménye, úgyhogy nagyon örülök neki. Hát, és, van, aki örömmel hallgatja, akkor ezek szerint, igen. El is fogadja akár, amit mondasz. Igen. Oda jó ezt hallani. Volt olyan pillanat az életedben, amikor most a családodtól függetlenül, vagy közösségtől függetlenül egy ilyen megtérés pontja az életednek, amikor az önálló hited valamilyen formában kialakult? Volt. 2000. Úgy volt, hogy 2020-ban, amikor elkezdődött a COVID,
akkor ugye az volt, hogy ugye nem lesznek istentiszteletek, és hogy nem tudunk menni Gyülibe. És akkor én azt mondtam magamnak, hogy jó, akkor nem lesz istentisztelet, de én akkor most sokkal jobban megerősítem magamba az Urat, és sokkal jobban megtérek ő hozzá. Hogy most úgy, hogy én eldöntöm, és akkor rendbe lesz. És akkor utána következett egyébként a Mercin Európa bajnokság, ugye ott is nagyon jól sikerült, minden igen. gyakorlatomat megcsináltam. Csak ott volt egy radikális változás magadban is, ami az volt, hogy akkor most már önállóan is nagyon oda szánod igen, magad. Igen. Rendkívüli. Igen. Mostani EB-n volt egyébként olyan jellegű megtapasztalásod, amilyen nagyon érezted, hogy Istennek a jelenlétét, vagy beavatkozását a versenyszámok hát az közben? Egész. De az egész, az igen. egész Végig a tenyerén nagyon hordozott. sokszor volt olyan egyébként, például a csapat döntőben a korlát gyakorlatomnál, a leugrásnál kicsit előbb nyitottam a dupla szaltót, és mindenki azt hitte, hogy leülök, de valahogy nem tudom, valahogy mégis úgy tudtam leérkezni, hogy mintha hátulról megtartott volna. Igen, mintha megtartottak volna az angyalok, és nem ültem le. Óriási. Képesztő. Óriási. Hát, Krisztófer. Hát igen. Óriási, szerintem ezt még nagyon hosszan lehetne folytatni, és van egy sanda gyanúm, hogy nem most beszélgettünk utoljára, 2 hét múlva fogod betölteni, vagy szűk 2 hét múlva a 21. életévedet, ha jól emlékszem, és jól láttam a Wikipédia adatokból, Isten éltessen innen is, és hát nagyon-nagyon reménykedve várjuk akkor a további sportsikereket, és óriási látni, meg nagyon bátorító, meg felemelő, köszönöm. Meg ja, és inspiráló. Még annyi volt, hogy most csináltunk először azt, hogy írtunk a Tóth Gézának, Tóth Géza pásztornak így Győrben, hogy ő is, mert eddig csak olyan volt, hogy mondjuk vasárnap kimentem imád kérni, hogy segítsen, hogy imádkozzon értem a verseny miatt, de most írtam neki, hogy tudna el közben járni értem, és ő meg beírta a győri csoportba, hogy ott is, aki tud, az imádkozzon értem. De jó. És ezt is nagyon lehetett érezni. Egyszerűen olyan magabiztosan tudtam odaállni a versenyen, hogy nem volt bennem az, hogy én ezt el tudom rontani, és nem volt bennem semmilyen félelem. Nagyon durva volt, úgyhogy innen is meg szeretném köszönni azt, hogy imádkoztak értem. Ugye a Győri híd gyülekezetéről van szó, óriási, nagyon, nagyon, nagyon inspiráló ezt hallani, és van egy reménységem, hogy azok is, akik a podcast adást hallják, vagy a heteken olvassák majd a fantasztikus eredményeket, meg a bizonyságodat, akkor még több ember lesz majd, aki a versenyek alatt majd imádkozik, érted? Nagyon köszönöm a beszélgetést, és még egyetlen egy kérdés. Válaszolj kérlek, hogy akkor a mostani, ami most előtted áll, legnagyobb kihívás, vagy következő a programban, ami tervben szerepel, az októberi világbajnokság, jól értettem, ugye? Igen. Akkor ott kell szurkolnunk, hogy csapatban, meg egyéniben is jól szerepeljek. Igen, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, Krisztófer, az urágyom meg, most már lehet ezt mondani egy ilyen beszélgetés köszönöm után, meg szépen. Pláne, és további sok sikert kívánunk neked is, és természetesen a csapatnak, és nyilván gratulálunk mindenkinek, aki az atlétikai EB-n fantasztikus eredményt elérte magyar színekben. További szép napot mindenkinek.